Sziasztok! Ott is vagyok, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt az Anime Egyetem csatornáján. A mai videóban összeszedtem nektek a 2016-os téli anime szezon 10 legjobb animéjét. Fontos megjegyezni, hogy ez inkább egy ajánló az első rész alapján, mint egy teljesen végleges értékelés, ugyanis egy rész alapján azért nem lehet végérvényes következtetéseket levonni. Csupán azt tettem össze nektek, hogy az első rész alapján melyik a 10 legígéretesebb anime ebben a szezonban. Összesen 36 új induló sorozatunk volt, ebből kiesett 18 darab anime, ugyanis voltak második szezonos, meg harmadik szezonos animék, amiből sajnálok is egyet, az Assassination Classroom második évada, amiből az első évad tetszett, de nem láttam teljesen végig, ezért nem tudtam elkezdeni a második évadat, ezért nem kerültett bele ebbe a videóba. Úgyhogy ezt sajnálom, meg biztos vannak még más jó második szezonos animék is, plusz kiesett jó pár, ami egyszerűen gagyi volt, ratyi volt, nem tetszett, és így maradt 18 anime, amit megnéztem. Tehát megnéztem 18 darab animét, jegyzeteltem, elemeztem, értékeltem, rangsoroltam, és megkaptam a végeredményt, amit most meg fogok mutatni nektek. Az egyik legfontosabb faktor egyébként számomra az volt, hogy megnéztem-e a rész nézések közben, hogy hol járok hanyadik percnél, mennyi van még belőle hátra, ugyanis ez azt mutatja, hogy nem vonottam be eléggé, nem volt elég izgalmas, tehát kizökkentem az adott animéből. Az a legjobb is, ide ebben a listában csupa olyan animék kerültek bele, aminél meg se néztem, eszembe se jutott, hogy hanyadik percnél járt az anime, mennyi lehet még hátra, ugyanis annyira izgalmas volt, annyira magával ragadó volt, annyira beszippantott, hogy csak azt vettem észre, hogy vége van. És ez egy nagyon jó jelzésfaktor annak, hogy egy jó animében állunk szemben. Egyébként nem fogom részletesen bemutatni a történetüket az egyes animéknek, azért, hogy pörögjön a videó, éppen csak alapinformációkat elmondok, illetve benyomás szerűen odaszorok egy-két információt, hogy miért lehet érdekes vagy jó ez az anime, aztán megyünk is tovább, mert nem szeretnék túl hosszú videót, szerintem, hogy pörögjön, érzetes legyen, mozgalmas legyen és minden ilyesmi. Úgyhogy pörögni fogunk. Olyannyira izgalomba jöttem egyébként egy-két animétől, hogyha tehetném, most rögtön mennék és nézném őket, de hát itt vagyok és forgatok, éppen forgatom nektek ezt a videót, utána meg vágok. Úgyhogy ezt nem tehetem meg, utána pedig a következő videóra kell néznem a következő animét, úgyhogy ez szomorú. Hölgyeim és uraim, ez itt az Anime Egyetem és a 2016-os év téli anime szezonjának 10 legjobb animéje. Plusz 1. Jöjjön is ez a plusz egyedik anime, és a 11. anime, ami nem más, mint a Showa Genroku Rakugo Shinju. Azért került a 11. helyre ez az anime, mert nem igazán tudtam eldönteni, hogy mit is kezdjek vele. Egészen egyedi története van, egészen egyedi hangulata van, de mégsem vagyok biztos benne, hogy annyira szórakoztató tud lenni ez 12 plusz részen keresztül. Főszereplőnk egy 20-as éveiben járó férfi, aki most szabadult ki a börtönből, és első dolga az, hogy elmegy megkeresni Yakumo mestert, aki a Rakugo egyik legnagyobb művelője és mestere. Hogy őszinte legyek, én most hallottam először erről a Rakugo dologról, és ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint ami nálunk is megkonosodott, ez az egyszemélyes színház, akkor egyetlen szereplő van és ő játszik el minden karaktert. Na itt is hasonló a helyzet, csak itt leülnek egy párnára, és nem is mozdulnak onnan, az egész előadás során ott játsszák el egy személyben azt a karaktert, és csak a mimikájukkal, gesztusaikkal, hangkorozásukkal tudják megkülönböztetni az egyes karaktereket, éppen ezért ez egy hihetetlenül nehéz dolog. Yakumo mester még soha életében nem fogadott be egyetlen tanítványt se, ám ezt a srácot tanítványával fogadja, aki megismerkedik az ő fogadott lányával, és elindul a Rakugo mesterré válás rögös útján. Az epizód egészen nagy részét azt teszi ki, hogy ott az előadást hallgatjuk, ami tök jó, meg tök érdekes, és az egésznek van egy nagyon érdekes, sajátos hangulata, viszont nem vagyok benne biztos, hogy tetszene ez nekem 12 részen keresztül, úgyhogy nem mertem beletenni a listába, de megmaradt plusz egynek. A 10. helyzetünk a Fairy Tail Zero. Annak, aki nem követi a sorozatot, vagy nem jutott még el idáig a sorozatban, annak ez spoileres lehet, úgyhogy ugorjon a következő animére.
A Fairy Tail Zero gyakorlatilag Mavisnek, vagyis a Fairy Tail első mesterének történetét dolgozza fel, egészen kisgyerek korától, amikor még szolga volt a Sirius szigeten. Itt indul el a történetünk, és hát gyakorlatilag hozza a Fairy Tail-től elvárt színvonalat, mint grafikában, mint zenében, mint történetvezetésben. Kis kellemes, aranyos dolog volt, semmi extra, de remélem, hogy igen-igen izgalmas dolgok tudnak kerekedni ebből a storyline-ból. A 9. helyre a Divine Gate című anime került, amit egyébként egy RPG játékból adaptáltak animévé. A történet szerint egy nap kinyílt a Divine Gate, ami összekapcsolt három különböző világot, és a világ egészen káoszba fulladt, de aztán megalakult a World Council, ami visszaadta a rendet, és oda toboroznak olyan fiatal srácokat és lányokat, akik különleges képességekkel rendelkeznek. A főszereplőnk is egy ilyen különleges képességgel rendelkező emberke, akit éppen próbálnak betoborozni erre a helyre, és hát nekik az a céljuk, hogy megtalálják a Divine Gate-et és kinyissák, mert aki kinyitja, annak teljesül minden kívánsága, vagy valami ilyesmi. Érdekesség, hogy a piros hajú srác hangját Natsu Seijo adja, aki ugyancsak egy piros, illetve pink hajú srác. Ami tetszett, hogy egészen hangulatos volt, adtak információkat, de még mindig teli van misztikummal az anime, illetve hogy a főszereplő nem tökölt, ott volt egy vészhelyzet, elővette a képességét, használta, nyisz, és hello, nem volt bénázás. Próbáltam keresni egy szofisztikált kifejezést a csúnya szó helyett, ami először eszembe jutott. Ami nem tetszik egyébként, vagy nagyon furcsa, hogy ilyen borzasztó sötét tónusokat használnak az árnyékolásra, és egészen nem tudom, nem tetszik annyira a grafika, de érdekesnek tűnt az alapkoncepció, úgyhogy jöhetett a 9. helyre. A 8. helyen a Norn 9 című animál. Ez az anime egy fiatal lány megjelenésével kezdődik, akit egy csomó srác felvesz egy óriási gömb alakú űrhajó segítségével. Ez az űrhajó a világ nevű szervezet űrhajója, aminek a technológiai fejlettsége messze meghaladja a kor technológiai fejlettségét, és ami emberkéket válasz ki különleges képességekkel, amiket begyűjti oda, és majd nem tudom, valamilyen feladatot ad nekik, fenntartsák a rendet abban a világban. Szóval ide kerül főszereplő lánykánk is egy óriási gömb űrhajóra, ami maga a földi, vagy inkább égi paradicsom, teli bisonen fiúkkal. Elég misztikus, elég jó volt a történetvezetése, tetszett az egyik főszereplő srácnak a képessége. Nem tudom, nem volt rossz, a vége cliffhangerrel zárult, érdekesnek tűnik az alapkoncepció, szép a grafika, úgyhogy megkapta a 8. helyet. A 7. animénk a Dagashi Kashi. Főszereplőnk Kokono Tsu híres mangaka akar lenni, és semmibe veszi az édességekhez való tehetségét. Ám apja ezt nem igazán akarja elfogadni, aki egy egészen híres édességboltnak a vezetője. Egy nap odaérkezik egy Hotaru nevű gyönyörű lány, aki egy óriási édességhálózat tulajdonosának a lánya, és Kokono Tsu apját szeretné beszervezni, hogy olvadjanak be ebbe a édességhálóba. Kokono Tsu apja akkor hajlandó ebbe belemenni, hogyha a lány ráveszi a fiát, hogy ő vezesse később a boltot. Így hát ez a szépséges lány ott marad, és elkezdődnek a különféle kalandjaik. Igazából az első rész nem teljesen győzött meg, ugyanis a poénok nem annyira ültek, mint amennyire szerettem volna, hogy üljenek, de nagyon jó potenciált látok benne, mert a főszereplők rajzolásán is olyan aprócska személyik vannak, és a már meglévő poénokon is látszik, hogy ez egy nagyon jó kis, nagyon beteg, poénos anime lehet. Csak még ki kell neki alakulnia, úgyhogy én megadtam neki az esélyt erre. Egyébként már így is voltak király poénok, mint ilyen Saint Seiya paródia részletet véltem felfedezni, illetve ilyen waifu párna poént is beletettek. Hát egy anime már ilyet meg mert csinálni, akkor én reménykedem benne, hogy ez király lesz. Illetve a másik dolog, hogy nem tudom miért, de a szőkehajú főszereplő lány nagyon cuki. Igazából szeretném őt még többet látni a képernyőn, nagyon cuki, úgyhogy ez is azért sokat nyomott alatba. Hát igen, mi férfiak már csak ilyenek vagyunk. A 6. animénk a Konosuba God's Blessing on this Wonderful World című anime. Innentől már nagyon-nagyon jó animék jönnek, ez is király lesz ez az anime, szerintem. Történetünk szerint Kazuma Sato, elég kemény manga, anime és játék van. Történetünk elején is épp a játékboltból jön hazafelé, amikor meglát egy lányt, akit úgy látja, hogy el fog ütni a traktor, és odaveti magát és ellöki, és őt gázolja el helyette.
átkerül a más világra, ahol akkor istennő fogadja, és felajánlja neki, hogy átkerülhet egy másik világba, ahol újra kezdheti az életét. Oda viszont csak egyetlen dolgot vihet magával, Kazuma pedig ügyesen azt mondja, hogy Aqua istennő legyen az, és így kezdődnek el közös kalandjaik abban a világban, ami kvázi egy RPG játékra hajaz. Ez idáig elég sablonosan hangzik, de az anime valójában nagyon beteg. Olyan poénok vannak benne, hogy a srác valójában nem is a traktortól halt meg, hanem a soktól, hogy el fogja ütni a traktor, és összepisílte magát, és mindenki rajta röhögött, Aqua istennő nincs bugyi. Aztán, amikor elmagyaráz a Szátonnak, hogy milyen is ez a más világ, akkor oda nyújt neki egy párhuzamos világok útmutatót és szerződést, és ott lapozgatják, és nagyon beteg humora van. Látszik rajta, hogy ez egy irtozatos hülyeség lesz, nekem nagyon tetszett, remélem nektek is tetszeni fog. A listán az ötödik helyezettünk a Grimgar of Fantasy and Ash című anime. Ez az anime gyakorlatilag egy játékvilágban játszódik, ami manapság már nagyon-nagyon népszerű ez a játékvilág koncepció, nem tudom, minden harmadik animénk játékvilágban játszódik, viszont ennek az animének a különlegessége, hogy egyrészt gyönyörű grafikája van, ilyen nagyon egyedi és fura, olyan, mintha festmény lenne az egész anime, és így ilyen pasztel színekből áll össze, de nagyon szép, nekem nagyon tetszik ez a különlegessége, illetve tök jó karaktereink vannak. Viccesek, érdekesek, jók a közöttük lévő interakciók, élvezetes nézni az animét, és tök jó, hogy tök béna mindenki, az egész csapat együtt nem tudott legyőzni egyetlen goblint se. Nem tudják, hogy hogy kerültek be ebbe a világba, de ha ma oda kerültek, akkor ott csapatokba rendeződtek, hogy túléljenek, és mindenkinek egyedi képessége van, amire specializálódott, és így próbálnak szörnyeket ölni, pénzt keresni és túlélni ebben a világban. Összességében izgalmasnak tűnik, jónak tűnik, szépen megrajzolt lánykáink és nőink vannak csupa icipici ruhában, amik mindent megmutatnak, úgyhogy szerintem összességében egy nagyon-nagyon jó kis anime lesz ez. A negyedik helyezettünk a Prince of Stride. A Stride egy olyan extrém sport, amiben hatfős csapatok vesznek részt váltófutásban és így szelik keresztül a várost, mindenféle akadályokon meg épületeken keresztül futva és keresztül ugrálva, és hát főhősünk egy olyan iskolába jön, ami híres volt a Stride csapatáról, szóval azóta már felbomlott, viszont szeretné ezt újra feléleszteni. Amiért jó az az anime, mert egy pillanatra sem unatkoztam alatta, a humor kiválóan működik, nagyon-nagyon szórakoztató, a karakterek tök jók, izgalmasak, változatosak, a futás is jól meg lett csinálva, érdekes lehet, úgyhogy összességében egy nagyon-nagyon jó kis animét kapunk, és várom a következő részét. A harmadik helyezettünk a Myriad Colors Phantom World. Ez az anime tök egyedi koncepcióval rendelkezik, és ez baromi szórakoztatóan találta nekünk. Ebben a világban elterjedt egy vírus, ami manipulálta az emberi agyat, és ennek eredményeképpen a képzelet szülte szörnyek, teremtmények, szellemek átkerültek a való világba, és hát főszereplőink egy olyan csapatnak a tagjai, akik ezek elintézésén fáradoznak. Már az anime első pár percében láthatunk egy gyönyörű, nagykeblű szőkelányt, ilyen torna, dressz, bugyiban küzdeni egy szörnyel, hát kell lennie jobb egy animébe? Baromira tetszik ez a képzelet szülte teremtmények koncepció, hiszen már az anime második felében is megmutatja, hogy rengeteg lehetőség rejlik ebben, ahol ilyen villanypózna-szerű dolgok kezdenek el ott táncikálni, és szerintem rengeteg-rengeteg potenciált tartogat magában ez az anime. Külön kiemelném, hogy klisé és poén döntögető is az anime, hiszen az egyik jelenetben egy telt keblű lány megbotlott és rá esett volna a főszereplőnkre, és a főszereplő srácunk jelentette, hogy ez annyira klisés lenne, hogy nem akarja, hogy ez megtörténjen, hogy gyorsan megfordult, hogy ne pont úgy történjen meg a dolog, ahogy minden egyes animében láthatjuk. Baromi jó. 5 csillagos piros pont. Tök jók a karakterek, jól működött a humor, izgalmas volt a történet, kaptunk háttérinformációkat a világról, és hát alig várom, hogy megnézem a második részét. Második helyezettünk a Boku Dakega Inaimachi. Főszereplünk egy 29 éves mangaka srác, akinek van egy különleges képessége méghozzá az, hogy előrelátja azt, hogyha a környezetében valaki meg fog halni. Amint beindul a képessége, visszakerül az időben, és hát lehetősége van arra, hogy megakadályozza azt a bizonyos halálesetet. Az animének nagyon izgalmas történetvezetése van, már a második percben beindul a sztori, és tök érdekes, izgalmas jeleneteket kapunk, és ez így lesz egészen az anime leges legvégéig, ami egy óriási dobással zárul. Igazából nem is szeretném elmondani ezt, hogy mivel végződik az első rész, hogy ne lőjem le a poént, és ne is olvassátok el előre az ismertetőket, csak nézzétek meg ezt az animét, és nézzétek végig az első részt, nem fogtok csalódni. Ez egy ilyen izgalmas, nyomozós, krimis anime lesz szerintem, egy ilyen speciális fantasy erővel megspékelve, szerintem egy baromi jól működő kombináció lesz. A 2016-os téli anime szezon első helyezett animéje a Dimension V.
Ez az anime 2071-ben játszódik, amikor is megnyílik egy negyedik dimenzió, ami gyakorlatilag egy végtelen energiaforrásként működik a Föld számára, amire 60 nem tudom hányan óriási toronyszerű cuccal rácsatlakoznak, és ezzel végtelen energiához jutnak. Ezt a végtelen energiát egyfajta tekercsekben tárolják, amit pedig a bűnözők természetesen illegálisan próbálnak beszerezni, árusítani, terjeszteni, és minden ilyesmi. Főszereplőnk Kyoma pedig azzal foglalkozik, hogy ezeket a tekercseket visszaszerezze. Feltűnik a történetben egy robotlány is, aki szintén azokat a tekercseket akarja megszerezni, amit Kyoma a főszereplőnk, és hát ott keverednek némi interakcióba, aztán a történet végén történik egy nagy boom, és hát igen. Szintén nem akarom elszpoilerezni a történet végét, nézzetek meg, viszont amiért jó az az anime, hogy a főszereplőnk hihetetlenül vagány. Tök jó haja van, tök jó ruhája vannak, tök jó képessége van, tök jó stílusa van, baromi vagány. Az a robotlány, aki pedig feltűnik a történetben, egyrészt baromi csinos, nagyon szép arca van, és tök jól megrajzolt testecskije van, nagyon szép kebelei vannak, és hát itt a bizonyíték, hogy nem kell 120 méteres melleket rajzolni egy anime lánynak ahhoz, hogy szexi legyen. Ezekkel a keblekkel is nagyon-nagyon-nagyon csinos. Külön érdekesség, hogy az egyik szereplőnek Kirito Seijuja adja a hangját, de ilyen gonosz stílusban torzítja el a hangját, és baromi érdekes így hallgatni őt. Maintenance free-ot jitsugenshita kono type no robot wa zenbu original no kopii da. Izgalmas a történetvezetés, az első rész vége pedig ütős, úgyhogy én mindenkinek ajánlom ezt az animét. Ennyi volt már az Anime Egyetem, köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel, osszátok meg, és minden ilyesmi. Illetve mondjátok el, hogy mennyire tetszett ez a 10-es lista, amit összeállítottam nektek, illetve nektek melyik a 10 kedvencetek, mi az, ami hiányzik a listából, mi az, amit nem tennétek be a listába, és minden ilyesmit írjatok le, kérlek. Látogassatok el az Anime Egyetem Facebook oldalára is, hiszen szoktak mindenféle posztok lenni és érdekességek, és ha már Facebookon jártok, akkor látogassatok el az Anime Love Hun és az Anime World Hun Facebook oldalára. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is, sziasztok!